miért hisznek az emberek benne? A földbolygón kívül élő értelmes lények gondolata mindig is foglalkoztatta az emberiséget, tehát nem egy 20.-21. századi idea, hogy a fejünkben megfogalmazódik, élnek-e az embereken kívül más lények is, amik hasonlóak vagy esetleg fejlettebbek. Az ókori görög filozófus Epikurosz volt az, kinek az írása az első fennmaradt ilyen megfogalmazása történelemben. Más világok létezéséről gondolkodott bennük olyan állat- és növényvilággal, ami a Földön élő emberek számára nem ismert. Ez az elképzelés a 19. század végén az ókori filozófusok munkáinak újrafelfedezésével felerősödött. Erre az időszakra vált népszerű gondolattá nem csak a tudósok, de az írók, művészek fejében is, hogy a Marson nem kizárt, hogy élet lehet. H.G. Wells író ennek apropóján alkotta meg tudományos fikciós novelláját, a Világok harcát. Ezek az elméletek ugyanakkor azonosítatlan repülőtárgyakról és az emberek idegen lények találkozásából építkeztek, és soha nem esett szó arról, hogy ezek a lények még régebben esetleg felbukkantak volna az emberiség történelmében, vagy egyáltalán hatással lettek volna rá. Már 1896-tól jelentették az első olyan titokzatos léghajókat, amiknek eredetét nem tudták megmagyarázni. Az újságok sorra jelentették szemtanúk beszámolóit nem emberek által készült és pilóta nélküli léghajókról, azonban a legtöbbről kiderült, hogy csupán a képzelet szüleménye volt, vagy a szemtanú csak a rossz időjárási viszonyok miatt nem láthatta rendesen a járművet. A II. Világháború alatt a brit királyi légierő pilótái jelentettek olyan eseteket, amikor világító fénygömbre, tűzgömbre hasonlító járművek üldözték őket. Foo Fightereknek, bolond pilótáknak nevezték őket, ugyanis a legtöbb esetben az adott időjárási és földrajzi körülmények ellenére is számukra szokatlan manővereket hajtottak végre, amikor egyáltalán látták őket. Az esetek többségéről megállapították, hogy a fényviszonyok következtében valamiféle fényvisszaverődést láthattak pilóta szemüvegen és a pilóta fülke üvegén át a repülő és a fény irányának változása következtében, de a fénygömb jelenséget éjszakai helyzetnél már könnyebb volt azonosítani. A nagyon ritka természeti jelenség, a gömbvillám szemtanúi lehettek a pilóták, aminek nem repülőgépszerű mozgása és számottevő veszélyessége bizonyított tény. Emellett néhány szemtanúnál a repülőgép meghibásodásából fakadó optikai csalódások is szerepet játszottak. Mint a dátumokból is kivehető, az idegen űrhajó észlelése nem egy időtálló dolog, hanem jellemzően egy kulturális és tudományos fejlődési átmenet időszakában észlelték őket. Helena Blavatsky spiritualista volt az első, aki kijelentette, hogy idegen lények érkeztek az ősidőkben a Földre. Ő viszont nem ezekkel a szavakkal illette őket. Spirituális lényeknek nevezte őket, akik átadták a civilizáció létrehozásához szükséges tudást. A nőt egyébként a spiritualista körökben a mai napig varázsló nőként tartják számon annak ellenére, hogy élete során több országból is kitiltották szélhámosság és csalásvágyával. Az ősi idegenekről szóló modern mítoszok megalkotójának tartja az irodalomtudomány Howard Phillips Lovecraft amerikai írót, aki horror regényeiről vált elsősorban híressé. 1926-ban írta meg a Cthulhu hívása című regényét, aminek cselekményében derül ki, hogy az emberiség múltját ősi lények befolyásolják, akik világok és dimenziók között utaznak. Lovecraft mély történetvezetésű művei mind irodalmi alkotások, a képzelet szüleményei, ennek ellenére elgondolkodtatott az olvasói közül tudósokat és lelkes laikusokat is. Lovecraft munkássága megágyazta a lehetőségét annak, hogy 1947-től megjelenjen egy áltudomány, amit ufológiának neveznek. Ennek létrejötte az 1947-es Roswell incidenshez köthető. Az új mexikói Roswell mellett ugyanis ebben az évben zuhant le egy azonosítatlan repülőtárgy, ami angolul Unidentified Flying Object, vagyis röviden UFO, amit később az amerikai hatóságok egy lezuhant meteorológiai ballonként azonosítottak, de azt sem tartották a szakértők kizártnak, hogy katonai hírszerzői eszköztesztelése zajlott, ami felett elvesztették az irányítást és lezuhant. Ennek ellenére rengetegen ezt úgy értelmezték, hogy földön kívüli lények látogatták meg a földbolygót. A legismertebb elmélet ezzel kapcsolatban, hogy az amerikai fegyveres erők az 51-es katonai körzetbe szállították az idegen jármű roncsait és utasainak maradványait. Ez az incidens indította útjára az ufológiát, számos esetben számoltak be arról, hogy idegen gépeket találtak, esetleg az utasait láthatták, vagy hogy kapcsolatba léptek velük, esetleg megtámadták őket, vagy elrabolták őket, vagy éppen hozzátartozóikat. Ezek az állítások és az ufológusok elmélkedései jellemzően többnyire egymás gondolataira épültek, így abban meg tudtak állapodni, hogy jellemzően fénykorongokkal
vagy fényrakétákkal közlekedő, szürkebőrű humanoid, vagyis emberhez hasonlatos külsővel rendelkező, értelmes lényekről van szó. Az 1950-es évek volt az UFO őrület meleg ágya. Ekkor bukkantak fel az első UFO vallások, melyek jellemzően az eddigi vallási elemeket vegyítették azokkal a fiktív elemekkel, miszerint a megváltás akkor éri el az emberiséget, mikor a teremtőik, az idegenek visszatérnek a Földre a fejlett technológiájukkal, hogy megmentse valamitől az embereket. Ez jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy egyre szélesebb spektrumon váljon értelmezhetővé az úgynevezett UFO kultúra. A hidegháború űrkorszaka erősítette fel a science fiction irodalom és a filmek népszerűségét, így a Földön kívüli mítoszok erősödését is bebiztosította. Rövidesen testet öltöttek olyan UFO kutatócsoportok, amik jellemzően féltudományos szerveződések voltak. Tagjai főleg a kutatás témájához nem értő laikusok voltak, tudományos szakemberek közül nagyon kevesen csatlakoztak, és többségük olyan dolgokat vizsgált, ami nem tartozott a szakterületeik közé. Az 1970-es évektől elképesztő mértékben tartotta fenn az érdeklődést a téma iránt a nemzetközi UFO kutatócsoportoknak a létrejötte, és napjainkig a science fiction filmek, sorozatok, irodalmi művek és az internet töretlen korlátlan tartalomkészítő mértéke egyszerűen végeláthatatlan melegágyat adott a témának, és ezzel szép lassan a tudományos fantasztikus fikciót összemosták a Földön kívüli mítoszokkal, így folyamatosan fenntartják az érdeklődést a téma kedvelői számára. Mint ahogy említettem, az ilyen UFO jelenségek észlelése sokszor a kulturális és technológiai változások, fejlődési időszakok mentén vethető össze azzal, hogy az emberek hajlamosak új és megmagyarázhatatlan szenzációkkal megmagyarázni számukra értelmezhetetlen kérdéseket. Érdekes, hogy a hidegháború alatt a kevésbé fejlődő Szovjetunióban és a keleti blokk országaiban az UFO trend szinte alig volt észlelhető. Egyedül a spirituális közösségek erősködtek idegen lények létezésének bebizonyításával. Csupán néhány eset volt az 1950-es, 1960-as években, amikor lezuhant repülőroncsokból feltételezték azt, hogy az űrből érkezhetett, de ezt hamar elvetették. Az 1980-as évektől erősödött fel a keleti blokk felbomlásáig a dolog, amikor a nyugati média anyagokra és az irodalmi művekre már nem vetettek ki olyan szigorú cenzúrát. A tudományos fantasztikus alkotások keleti térhódításával kezdett nőni, az UFO iránti érdeklődés is a térségben. A különböző korszakok UFO észlelései között is jelentős különbségek voltak. Az 1890-es, 1900-as években rakéta alakú járművekről számoltak be, a II. Világháború alatt korong, illetve csészealj alakú űrhajókról beszéltek, majd aztán gömb, illetve fénygömbszerű járgányokról. Az UFO észleléseket felváltották az űrlényekkel való találkozások, amiknek legmagasabb szintjéről, a hetedik típusú találkozásról is beszámoltak az újságírók, miszerint vannak emberek, akikkel űrlények közösültek és utódot nemzettek. Ezzel szemben párhuzamosan még a hidegháború kezdeti időszakában az UFO-król azt feltételezték, hogy ismeretlen eredetű járművek, amiket a szovjetek küldtek. A legtöbb elrablásos és közösülős történetben ugyanakkor a társadalom kutatók azt értelmezték, hogy az emberek a technológiai fejlődésből fakadó félelmük kompenzálásaként kreálták ezeket a sztorikat. Számos elbeszéléseket kutató folklorista megállapította, hogy az UFO találkozásokról szóló történetek rengeteg hasonlóságot mutatnak tradicionális népi történetekkel, főleg az extázis irodalomból, boszorkánymondákból és kísértett történetekből ragadnak ki elemeket, ahogyan az űrhajó észlelések sokban hasonlítanak a múltbeli lidérc észlelésekre, amikor éjszaka az emberek tűzgömbökre, lángcsóvákra lettek figyelmesek, amiknek alkotóját nem másik emberhez, nem esetleg egy természeti csapáshoz, balesethez, hanem egy természet feletti ismeretlen eredetű lényhez kötik, hogy a számukra nem ismert tapasztalást megmagyarázzák. Mellette hihetetlenül feltűnő volt, hogy az UFO elrablások szexuális tapasztalói hasonló történetekkel álltak elő, mint a folklórból ismert succubus jelenségek beszámolói. A succubusok, illetve inkubusok olyan démoni lények voltak, akik erőszakos szexuális kapcsolatot létesítettek ellenkező nemű áldozataikkal, de még lehetne folytatni a sort az ókori görögök démonjelenség beszámolóival és a japánok üzenethozó démonaival, akik az emberiséget akarják figyelmeztetni valamire úgy, hogy az emberek életébe nem avatkoznak bele. Az UFO-k iránti rajongásból alakult ki az ősi idegenek tényét népszerűsítő áltörténelmi ág, amit paleoasztronautikának neveznek. Ennek az áltudománynak az a fő tézise, hogy az emberiséget történelme során egy vagy esetleg több földön kívüli faj is meglátogatta, és történelmét valamilyen módon befolyásolta. Ez mind Helena Blavatsky spirituális lényeinek beszámolója alapján indult útnak, ezt Charles Fort egészítette ki azzal, miszerint szerinte valamennyi folklór démon jelenség egyértelműen idegen lények beszámolói,
akik más világokból érkeztek a Földre, vagyis a múltban kapcsolatba léphettek ezek az idegen lények az emberekkel. Az 1950-es években két Lovecraft regény rajongó alkotta meg ezt az irányzatot, Jacques Berger és Louis Powells, akik ebben az időben elsősorban csak az író regényeit népszerűsítették. 1960-ban adtak ki egy művet, amiben tényként közölték a világon elsőként, hogy idegen lények befolyásolták a történelmünket. Ennek bizonyítékaként az egyiptomi piramisokat hozták fel, amit szerintük az akkori mérnöki tudás és a megfelelő szerszámok, építőipari eszközök hiányában nem lehetett felépíteni. A két szerző megemlített régi térképeket, amiket csak modern eszközökkel lehetett volna pontosan elkészíteni, és kijelentették, hogy vannak olyan régészeti tárgyak, amiket ha a széles publikum láthatna, azzal az eddigi történelmi ismereteinket a kukába dobhatnánk. Ugyanakkor Berger és Powers munkássága csak Franciaországban volt széles körben ismert, nemzetközi elfogadottsága még nem volt. A két úriemberrel szemben viszont egy UFO találkozással népszerűvé vált férfi, Daniel Fry 1950-ben arról számolt be, hogy egy Alan nevű idegen asztronauta elvitte őt a hajójával és tett egy kört White Sands és New York között. Fry beszámolója szerint az űrlény közölte, hogy az ősi civilizáció egy háborúban kiirtotta egymást a Földön, és minden emberiség számára idegen lénye háború túlélői, akik figyelmeztetni akarják az emberiséget. A nemzetközi elismerést 1968-ban Erich von Däniken svájci dokumentumfilmes érte el, hogy kiadta a Jövő emlékei című könyvét. Däniken hatására alakult meg a paleoasztronautika áltudománya, és az ő munkásságának hatására az 1970-es évek végén a nyugat-európai egyetemi hallgatók negyede az ősi idegenes verziót fogadták el hiteles történelmi értelmezésként. Däniken viszont a kritikát megfogalmazott tudományos társaságok, intézmények hatására beismerte, hogy könyvében túlzó állításokat tett, amik nem igazak, és rengeteg hazugságot leírt benne, ugyanakkor azzal védekezett, hogy ezt azért tette, hogy bebizonyítsa a világnak az ősi idegenek látogatásának tényét. Az 1980-as évekre ez az érdeklődés a munkássága iránt hirtelen csökkenni kezdett, de az 1990-es évekre a tévésorozatok is felkarolták az UFO témát, így ennek hatására a paleoasztronautika is reneszánszát élte. 1976-ban Robert K. Temple író és keletkutató figyelt fel arra a Sirius rejtély című könyvében, hogy a Nyugat-Afrikában található Dogon törzs ismeri a Sirius csillagrendszer képét, és tagjai azt állították, hogy halfejű vízistenek látogatták meg őket még a nagyon távoli múltban. Így vált ismerté az azerbajdzsáni önjelölt kutató Zakaria Sitchin könyve, aki a 12. bolygó című könyvével futott be nagy sikert. Ő már mást állított, szerinte az emberiség evolúciós ugrását egy idegen faj mesterségesen érte el, akik a Nibiru bolygóról érkeztek. Szerinte a Homo erectust azért génmódosították, hogy egy szolgafajjá neveljék ki, és aranyat készítsenek számukra a mesterséges éghajlatváltozást követően. Erre bizonyítékul a mezopotámiai civilizációkat hozta fel, miszerint a mitológiájukból ismert Annunakkik, vagyis istenségek azok az idegenek, akiket az emberek ismertek és tiszteltek. Az ő elmélete azért furcsa, mert a korábbi elrablós UFO elméletekkel nem egyezik meg, és azzal se, hogy az idegen lények bőre szürke lenne. A paleoasztronautika viszont nem valamiféle izolált elmélet, hanem több tudományágat kétségbe vonó állítások csoportját értjük alatta, ami a mai tudományos konszenzusok minden pontját kétségbe vonja. Ha nagyon egyszerű akarok lenni, akkor igazából az eddigi fiktív UFO történeteket az elmélet képviselői egyszerűen beleágyazták a történelmi ismereteinkbe, és főleg azokat a kétséges pontokat akarják vele megmagyarázni, amiről a tudományok képviselői habár konszenzusos úton már tudnak, de még a köztudatban nem terjedtek el. Egy ilyen tudományos konszenzus közismerté válásához előfordul, hogy évtizedekre is szükség van. Nagyon sokszor pont ezért az UFO kedvelő áltörténészek olyan témákhoz nyúlnak, amiket az irodalom és a történelem kutatás mítosznak, irodalmi műnek vagy csupán féligasságnak tekint. Ilyen például Atlantis esete, különböző eltitkolt találmányok és idegenfajok leletei, és az állítások igazolásához különböző történelmi eseményeket állítanak párhuzamba egymással, amiknek semmilyen történelmi vonatkozásában sincs köze a másikhoz. Legtöbbször az amerikai indián törzsek és az afrikai törzsek mítoszvilágának összehasonlításában, és a piramisok más gúla alakú építményekkel való összevetésén alapszik, miszerint az áltörténészek szerint valójában a világ minden pontján vannak piramisok, amiket az ősi idegen faj építtetett meg. Azt azért fontos kihangsúlyozni, hogy a legtöbb egyiptomi piramisokra hasonló építmények a világban pusztán csak külsőleg hasonlítanak, sem a használatuk, sem a funkciójuk és még a felépítésük sem hasonlít az egyiptomiakéhoz. Ugyanis a legtöbb nem temetkezési hely volt, hanem gabonatároló, vagy templom,
vagy éppen palota. A legerősebb kijelentés, miszerint az ősi idegeneket az emberek isteneként tisztelték, innen lehettek az ókori civilizációk istenségeinek olyan furcsa ábrázolása, és a megnyúlt fejű uralkodók ábrázolásai pedig egy ember-idegen hibrid uralkodó külső jegyeit tükrözték. Az ősi idegenektől tanultak meg állítólag az emberek csillagokat olvasni, és a matematikát is elsajátíthatták. A legvadabb állítás mégis az, hogy a szürkebőrű idegenek valójában a jövőből visszautazott emberek leszármazottai, akik azért érkeztek a múltba, hogy felgyorsítsák az emberi evolúciót, hogy megakadályozzák az emberiség kihalását. Mindezen állítások és az áltudomány felépítettsége ellenére elmondható, hogy tipikus jegyeit hordozza mindannak, amit áltudománynak lehet nevezni. Ennek a témának a kutatói közül elképesztően kevesen rendelkeznek megfelelő szakképesítéssel, ennek ellenére nagyon magabiztos állításokat tesznek az ősi idegenek kérdésében, amikhez legalább több tudományág gyakorlati ismerőjének kellene lennie, vagy a nevében egy tudományos csoportnak kellene kijelentenie. Ezért van az, hogy amíg egy saját szakterületében jártas tudós a saját szakterülete irányából igyekszik cáfolni egy paleoasztronautikus áltudóst, addig az áltudós hihetetlen önbizalommal támadja a szakértőt, így az UFO támogatónak a magabiztos fellépése sokkal szimpatikusabbá válik nagy közönség előtt, míg a tudós bizonytalannak tűnhet, hogy az ő szakterületén kívül eső kérdésekre nem tud válaszolni. Például, ha egy történésznek kellene erről beszélnie, akkor nem fog tudni genetikai, biológiai kérdéseket fejtegetni. Mivel a paleoasztronautika képviselői nem tudósok, így nem szervezhetnek konferenciákat, nem publikálhatnak tudományos értekezéseket, és kollegiálisan lektorált szaklapokba se írhatnak semmiféle szakmai beszámolót. Emiatt könyvekben, saját filmekben és interjúkban fejtik ki álláspontjaikat, ahol nincsenek kötelezve arra, hogy tudományos szinten igazolják mindazt, amit állítottak. Minden áltudomány legfőbb ismertetőjegye, hogy egy bizonyos zárt kör, jellemzően tudósok elhallgattatják állítólag az igazságot, emiatt pedig a laikusok azt hiszik, hogy amit például egy ősi idegeneket népszerűsítő áltudós hirdet, az valamiféle tiltott tudás, amit valaki nem akar, hogy mások megismerjék. Emiatt lesz hirtelen sok érdeklődője a témának. A leggyakrabban az egyiptomi piramisokat hozzák fel példának, hogy ősi idegenek építhették, mert az emberek nem rendelkeztek a megfelelő eszközzel és tudással, hogy ilyen pontos és részletes alkotás épülhessen. A gízai piramisok már pedig a legékesebb bizonyítékai annak, hogy emberi kéz alkotta őket. Az építészeti evolúció jegyei tisztán kivehetőek belőle. Vagyis a ma jól látható nagy piramis előtt ugyanis eleinte csak egy-egy kisebb piramist építettek, és a kisebb piramisok megépítésénél tapasztalt hibákat, a nagyobbik megépítésénél már figyelembe vették. Vagyis minden olyan építészeti evolúciós jegy megtalálható rajta, amit az emberiség történelmében más ókori és későbbi civilizációs épületek felépítésében is jelen voltak annak ellenére, hogy a piramisok építési folyamatának apróbb részletei közül még nem ismerünk mindent. Az építészeti evolúció viszont igazolja, hogy emberi kéz alkotta, és mellette Herodotosz feljegyzése is tanúsítja, hogy Keopsz fáraó minden emberi erőforrását a piramisok megépítésére biztosította, vagyis birodalma szinte valamennyi szorgos kezére szükség volt. Vagyis ha igaz lenne az áltörténészek elmélete, akkor a fáraónak talán nem kellett volna a lehető legtöbb munkaerőt szabaddá tenni az építkezéshez. Annak ellenére, hogy tételesen száfolható-e a teljes áltudományos irányzat, éves szinten bukkannak elő mindenféle leletek, amikkel igazolni akarják azt, hogy a dolgok úgy vannak, ahogy azt ők elképzelték. A piramisok helyett őskori barlangrajzokból feltételeznek szkafanderes őrruhás istenségeket, vagy éppenséggel idegen fajhoz köthető mumifikált leleteket rángatnak elő a sajtó elé, hogy minél nagyobb hírnevet szerezzenek vele. Ennek a jelenségnek az egyik legismertebb csalója Jaime Maussan, mexikói újságíró, tévés személyiség és közismert ufológista. A tévés és újságírói karrierét senki nem vitatja, viszont Maussan úr 2015-től folyamatosan igyekszik magára vonni a világsajtó figyelmét különleges felfedezéseivel. Eleinte egy olyan földi maradványt mutatott meg a nagyvilágnak, ami szerinte egy ősi idegen fajnak a jó állapotban maradt teteme lehet. Erről később kiderült, hogy egy megnyúzott majom bomló testét akarta eladni űrlényként. Később azt akarta igazolni, hogy a népi mesék, mondák, hiedelmek lényei valóságosak, és közük van az idegenekhez. Így mutatott be egy leletet, amit megint ő fedezett fel állítólag, és démon tündérnek nevezte a lényt, amit talált. A hatósági vizsgálat során kiderült, hogy egy denevértetem volt, amit teletűzzeltek fapálcákkal, hogy emberszerű alakja legyen, és bevonták epoxival és más egyéb anyagokkal. 2016-ban Maussan a legembertelenebb leletet is bemutatta,
amivel megint az ősi idegenek jelenlétét akarta bizonyítani. A mumifikált holttestet megvizsgálták, és kiderült, hogy egy kisgyermek földi maradványai voltak. 2017-ben Mausam bejelentette, hogy ezúttal tényleg talált Peruban, a Nazca vonal közelében, Cusco városánál egy kovamoszat bányában egy mumifikálódott űrlénytestet, és szerinte legalább 1000 éves volt. A különlegessége a leletnek, hogy megnyúlt feje, humanoid teste és 3 ujja volt egy kezén mindössze. 2023. szeptember elején mutattak meg Mexikóban nagy nyilvánosság előtt a talált leletből 2 is. A mexikói államok főkongresszusa 2023. szeptember 12-én bemutatta Mausam dokumentumai és a hozzáverődött ufológista ákutatók alapján, hogy a talált leletek nem emberi eredetűek, és nyilvánosság előtt mutatták be őket a sajtónak. Mausam kijelentette, hogy a Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetem is elismerte, hogy a leletek nem a földi evolúcióhoz tartoznak, és DNS-ük harmada ismeretlen eredetű. Ezt azonban hamar cáfolta Julieta Fierro fizikus kutató, aki az egyetem vezető munkatársa volt, ugyanis, mint kiderült, ez az egyetem semmilyen hivatalos kijelentést nem tett. Mausam hazudott. Az egyetem ezután bejelentette, hogy Mausam kérésére egyedül 2017-ben végeztek rajta szénizotóp vizsgálatot, és az nem mutatott ki semmilyen értékelhető eredményt. A tudományos körökben mélységesen elítélték ezt az UFO bejelentést, ugyanis a talált leleteknek semmi hasonlósága nincs a perui civilizációk temetkezési szokásával, ráadásul már azt is sikerült megállapítani, hogy az állati és emberi csontokból összeállított prekolumbiai múmiák, amiket szándékosan meghamisítottak és eltorzítottak. Már a bejelentést is bírálták a Mexikói Egyetemtől, hiszen amennyiben tényleg Peruban találták a leleteket, úgy illett volna a perui nagykövetet meghívni az eseményre azután, hogy igazolni tudták volna azt is, hogy amennyiben a leletek tényleg földön kívüliek, akkor azok alapos izoláción estek át, hiszen fennállhat annak veszélye, hogy egy olyan vírust hordozhat magában valamelyik, amire az emberi szervezet még nincs felkészülve. Vagyis maga a leleplezés is árulkodott a szakmaiatlanságról. Julieta Fierro továbbá nehezményezte, hogy Mausam dokumentumai között egyetlen vizsgálat szerepel, amit végrehajtottak a leleteken, az is röntgenvizsgálat volt. Hogy Peru miért nem foglalkozott az üggyel? 2017-ben Mausam először ott akarta ugyan bemutatni az általa felfedezett leleteket, azonban Peru országos ügyészsége bebizonyította, hogy az űrlény múmiák testei valójában közönséges babák, amiket emberi kéz alkotott, papír és szintetikus ragasztó elegyével vonták be a csontokat, hogy úgy tűnjön, mintha valamiféle száradt bőr lenne a testen. A perui országos ügyészség kijelentette, hogy Mausam leletei emberalkotta kreálmányok, és nem is olyan régiek, szinte újak. Mausam kijelentette ugyanakkor, hogy a kutatónővel ellentétben ő képes kommunikálni az űrlényekkel, és még kapcsolatot is létesítette a Guadalupe-i szűzanyával. A mexikói kormány a botrány hírére elhatárolódott, és a tudományos vitákban nem kívánt beleszállni. Kijelentették, hogy a mexikói állam csupán a Peruban talált leleteket mutatta be, annak kutatási eredményeit ők nem jogosultak bírálni. A kongresszus előtt ugyanis esküdtettek a felszólalók, hogy az igazat mondják, így ezt jogilag ők nem vonhatják kétségbe. Erre válaszul Mausam bevetette régi harcostársát, José de Jesús Zalque Benitezt, aki a korábbi mexikói igazságügyi orvos szakértő volt. Ő állapította meg egy röntgen felvétellel, hogy az egyik leletben tojások vannak, vagyis utódokat várt és a testek sértetlenek, vagyis biztosan nem összerakott alkotások. Ezzel csak az az egy baj van, hogy Mausam és Benitez voltak azok, akik Peruban 2016-ban egy perui gyermek holttestéből csináltak egy űrlény múmiát. Amikor ez kiderült, magukra haragították még a perui kulturális minisztert is. Benitez volt az, aki 2017-ben a papírmaséból összegyúrt ufonauta múmiára is azt az orvosi kijelentést tette, hogy igazi tetem. David Spargel, a NASA kutatója szintén támadta a kutatási eredményt, mivel a felfedezésről szóló adatok nem hozzáférhetőek, és nem készült külső kutatók által lektorált tanulmány se a felfedezésről, se arról, hogy is vetették vizsgálat alá az évek során talált leleteket, és még az sem derült ki, hogyan fedezték fel őket. Ez elég kellemetlen. De hogy miért akar az ember mindenáron bizonyítékot arra, hogy űrlények befolyásolták a történelmünket? Hát talán azért, mert a megválaszolatlan kérdésekre egy izgalmas, siető választ akarnak, ami gyakran messze érdekesebbnek és híresztelhetőbbnek hangzik, mint az unalmas, közömbös igazság. Ezért van az, hogy az ufológiának és társainak a mai napig széles követő tábora van. Nem lehet elvetni az értelmes élőlények földön kívüli létezését, de amíg nincs bizonyíték a létezésükre, addig ezt tényként nem lehet kezelni. Erre vannak a NASA-nál például szakemberek, akik műszereikkel és eszközeikkel jeleket, üzeneteket küldenek az űrbe, hogy értelmes lényekkel vegyék fel a kapcsolatot. De ez már nem történelem, és nem is az én tisztem ezt már bővebben kifejteni.
Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén keresztül, illetve Patreon formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!